Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. One thing we do is stay in the studio, you know. Érted? Ez volt az Érted, itt a Salátában. Szép estét kívánok mindenkinek, ez a Saláta szokott módon kedden este 10-től évfélig, ugye reppeskedünk, gyorsan elmondom ezeket a szokásos és fontos infókat a salatamagazin.com. Ez a weboldalunk, itt nézzük a fórumot a műsor folyamán, és interaktív próbálunk így az ott felvetett dolgokra reagálni, valami 0-20-9-4-14-0-20, ez az SMS szám, és a Champions-ék hihetetlen módon időben megérkeztek. Itt vannak a kettes stúdióban, üdvözöllek titeket, sziasztok! Na, ciao! Hello! Tiba, Rizké, Fett és Koff harmadjára már itt. A múltkori adást, az sikerült megmentenünk? Az letölthető? Vagy az is... Szerintem az pont nem. Szerintem, mert lehet, hogy már kettő ment az a levesbe, nem? Az első az tuti. Az igen. Az igen, de aztán az túlélte végül is a műsor, úgyhogy még mindig hallható kedden esténként, és már Hugi írta is a fórumba, hogy így van, kezdődjön már, remélem most időben oda találnak. Ide találtatok, hát végül is mondhatni ám erre, de megérkeztetek. Miért tartott ilyen sokáig az út, fiúk? Megértőjöttünk. Esett az eső. Ja, értem, és akkor nem lehetett olyan gyorsan jönni, igaz? Meg ti amúgy sem szoktatok. Semmi, halod. Normál. Na hát akkor lesz mindenféle érdekességről ma este szó veletek kapcsolatban, ugye az új klipeteknek elvileg, hogyha van egy kis szerencsénk, akkor holnap lesz a premierre, hogyha nem, akkor majd jövő szerdán egy bizonyos tévécsatornán, aztán majd letölthető is lesz a Saláta magazinról, aztán elkészült a remix lemez, illetve ezen felül még lesz egy pár exkluzív felvétel hallható itt a műsorban. Jól mondom, Tibi? Így van. Kicsit magadba szálltál ott, nem? Úgy, vagy mi a baj? Figyelek rá. Szorít egy kicsit a füles? Nem, vagy? Szorít. Jó a füles? Jó. Hát tudod, mint hozd be egy másikat. Jó. Na, figyeljetek csak, akkor szerintem lemegy egy nóta most tőletek, amit lehet, hogy páran ismernek, és akkor utána jövünk vissza, aztán próbálunk valami okosítást nyomját intézni. Nyomját, Fanka! Durva. A durvát hallottátok itt a Salátában. Azért kemény egy kicsit, hogy a kolysz olyan éhes, hogy nem azt mondta, hogy Tibi, hanem azt, hogy Gibi. Giraszos MC. Na Tibi, mi a helyzet ezzel a számmal? Akkor meséld már a kedves hallgatóknak is, amit az előbb nekem, azért nagy flash lehetett. Igen, nemrég volt a Ladánybene tábor, és az egyik napon összejött, hogy felléphetünk ott, és élő zenében lenyomtunk egy pár tracket, a Mindenütt jót, az Oroszlánt, meg az Életmásnak volt egy ilyen remix versenye, arra készítettem egy remixet, de nem azt a verziót, hanem amit arra írtunk szöveget egy másik illetőnek a remixére. Jó, hát ezt most mindenki értette, világos. Igen. Na, ez volt, meg volt egy kis freestyle ott, és nagyon nagy élmény volt ez nekünk, mert nagyon durva volt, hogy élő zenével elnyomjuttuk ezt az egészet, tök másképpen hangzott. Ez meg lett örökítve videófelvételen, vagy valami van? Pont róla? Nem. Részünkről nem, de mások, tehát videóztak ott, szerintem meg lehet oldani, biztos be lehet szerezni ezt az egészet. Nagyon megnézném amúgy ezt. Fénykép van, rengeteg. Ja. Nagyon sok ember volt, és nagyon meglepődtünk azon, hogy ennyire várták ezt az egészet. Nagyon hát azt hiszem, volt. Hogy ez a nóta, ez már ilyen kultuszdalnak számít, ilyen hip-hop berkekben, attól tartok meg már lassan, nem csak hip-hop berkekben. Megszem szírja a fórumon, hogy ti voltatok az első magyar hip-hop csapat, akiket hallottam, és azóta hip-hop az életem. Na. Yeah! Kösz. Aztán figyeljetek, akkor itt az első blokkban rohanjunk neki itt az egyik legaktuálisabb dolognak, ennek a remix lemeznek. Jó, mikor is volt ennek pontosan a megjelenése? Most egy pár hete, vagy még talán pár hete sincsen. Elég hülyén fog hangzani, de szerintem vagy kettő, vagy három hete. Szóval pontosan Aha. Én sem tudom. Mert ugye úgy volt annak idején, hogy dupla tokba adtátok a Igen, lemezt. Ennek és az volt az apropója. Hogy már akkor tudtátok, hogy meg lesz töltve. Igen. Ugye az első Connection lemez az dupla lett, úgyhogy végig trackek vannak rajta. A másodikra is valamit kitaláltunk, hogy dupla legyen, és jött ez a remix ötlet.
azért úgy oldottuk meg, hogy külön jöjjön ki a kettő, hogy először szokják meg az emberek a normál verziókat, az origi zenéket, és mire már így túlrágják magukat rajta, vagy kezdik megunni, addigre kijön a remix, és esetleg tovább tart ez az egész, tovább hallgatják. Világos. Azt mondja, hogy Roger öt írja, Fanka, nem lehetne, hogy már most lejátszod a klipet premier előtt? Hát lejátszani lejátszanám szívesen, csak nem tudom, hogy abban mennyit látnának a hallgatók, de holnap este mondom, azt attól tartok, hogy mindenki tudja, hogy melyik tévéadóról van szó. Ahogy mondtad, Gigi, hogy mi van, Fed, baj van? Semmi probléma. Csak van, na, de mondja nyugodtan, hogyha olyan, hogy lehet mondani. Nem olyan. De lehetne mondani, csak nem. Fed közben abbajt a telefonján a passziánszozást, és akkor bekapcsolódott a műsorba, és most pedig pózolnak a srácok. Tibi, figyelj csak, akkor most holnap mennyi esély van arra, hogy látható lesz ez a videó? Nem tudom, erre az esély, ez 50-50%. Elküldtük a videót a televízióba, elvileg már meg is nézték, küldtünk belőle kétféle verziót, ugye van a 10 óra előtt játszható és a 10 óra után játszható verzió. Mi, lányok miatt vagy szöveg miatt? Is. A szex jelentek igazából. Is, mind a kettő. Világos, világos. És hát akkor ezt izgalommal várjuk. Úgy lesz, hogy egy később időpontban készül majd riporterről az egészről, viszont a klipet, ha minden igaz, még nem tudtuk elérni a srácot, akkor vagy holnap lesz, vagy pedig jövő héten lesz a premier. Abszolút érthető. Jövő héten akkor ígéretet adsz a kedves hallgatóknak, hogy jövő hét vége felé már ebbe egészen biztosan eljutatott hozzám a videoklipet, és akkor tudjuk feltenni az oldalra? Az 100% ígéretet adok rá, mert mi is fel szeretnénk tenni az internetet. Jó van. Sőt, ezen kívül lesz egy külön egy interjú is, ami később fog meg is lezajlani, amire fognak jönni hozzánk megint Győrbe. A mikrofonban messzei. Ja, hogy a mikrofon... Ezt sose gondoltam volna. Na, még egyszer le fognak jönni Győrbe hozzánk, és csinálnak velünk egy interjút, és valószínű, hogy az interjú alatt a klipből kimaradt jeleneteket fogjuk lejátszani, ami szerintem egy elég izgalmas dolog lesz, mert rettenetesen sok jó dolgot vettünk fel. Közben, amit hallhatjátok, Tibi öltözik egy kicsit, de gyakorlatilag ez már ilyen hagyomány, hogy a Champions mindig ilyen interaktívan viszi el tényleg ezt a műsort. Mivel hogy sajnos, már mint az én szempontomból sajnos nem ilyen teljesen exkluzívan került ki az oldalra a 22-nek a videoklipje, ezért csak 388-an szedték le eddig az oldalról. Remélem, hogy sokkal többen fogják majd az új videoklipet, mivel hogy addigra, mire már felkerült, gondolom a ti oldalatokról, meg innen-onnan már jó sokan leszedték. És a rátája viszont 9,9-es neki. Az jó? Hát 10-ből szerintem egy 9,9 az magyar viszonylatban azt végül is így el lehet viselni. Fanka, annyit mondj meg, hogy a te klipjeid mennyit értek el? Azt mondja, hogy az én mozim az most 9-es. Hát tök jó, akkor végül is most, ha együtt nyomulunk, az teljesen jó. Az teljesen jó, akkor a mese az 9,5-ös, a repneked meg a csajodnak a gőze az meg 8,7-es. Hát ez remek. És riszké, de amúgy riszké, olyan bíztatóan érdeklődően nézett közben. Nem látok oda, és az arcodon akartam, így olvasom. Azt mondja, hogy jó. Egy szóra, van egy misszióm. Ne, Tibi. Gás! Azt még lehet fokozni. Gás! Szia! Jött egy SMS közben, gyorsan felolvasnám. Szia, Jamaikát le tudnád adni, sokat lendítene a kedvemen, létszik-e, szép estét, puszika mindenkinek, Bori Kadafalváról. Nem, mutogatnak a srácok, hogy nem, sőt, Bori meg is lesz. Ma rap estét tartunk. Fett nem azt mutattad, hogy Bori meg lesz szölve, ugye? Nem. Na, mi van? Azt nem a rap... Tehát, Borit puszíthatjuk, nem? Azt elmondanám, Borit puszíjuk, persze, ez csak vicc volt. Elmondanám, hogy én is lelettem egy picit cseszintve, még hogy mi az, hogy a Connection-től a mindenütt jót nyomom, mert hogy elvisszük rapben. Na most, hogyha azt nem fejezed be, Fett, egy pillanaton belül, igen, akkor oda fogok menni, és akkor... Na nem neked, nem te vagy a Fett, hanem a Koff. Ja, a Figyelj, én csak azért mondani. Fordítottam ide a mikrofon, hogy a győri haverjaimat, akik hallgatják a rádiót, üdvözölni tudjam, mert Győrben is igen sokan hallgatják a gongot. Na hát ezt köszönjük szépen, és ez jól is esik. A Koffnak szerettem volna mondani, hogy azt nagyon gyorsan fejezze be, amit éppen csinál, mert nagyon belealatszódik a műsorba. Amúgy egy csokoládét bontott ki. Azt mondja, hogy Csé, nem tudom, honnan lehetne letölteni új és régi hősöket, gőz, stb. Mámor a műsor. Hát figyelj, nézd fel a salatamagazin.com-ra, ott egy csomó exkluzív gőz meg hős is megtalálható. Tibikém, akkor szerintem... Beszéljünk más is.
Hát vissza akartam térni még egy nagyon picit a remix lemezhez, de most akkor nem is fogok visszatérni, mert meghallgatunk egy zenét, és akkor utána akkor beszélsz majd arról, hogy mennyi embernek küldtétek ki, meg hogy hogy jöttek azok, akik remixeltek, meg ilyesmi, és hogy meg vagy elégedve vele, meg mindenféle ilyesmi, oké? Oké. Szerva Balő. Akkor egy rappes zenét meghallgattunk, jó? Jó, jöhet egy operett is, vagy egy chanson. Állat. Az állatot hallottátok itt a salátában. Tibi. Igen. Akkor ezt a remix lemez témakört, akkor ezt kerekítsük ki egy kicsit. Tehát akkor kipattant az ötlet belőletek, hogy akkor remix lemez lesz. És akkor hogy lett ez megvalósítva? Nos, ez úgy történt, hogy először gondolkoztunk, hogy hogyan legyen, hogy kiírjunk esetleg ilyen remix pályázatot, versenyt, hogy így jöjjön össze a dolog. Volt ez a dolog, amit a Toma nyert meg, ugye? Az egy MC verseny volt. Az egy MC verseny volt. Akkor annak utána aztán annak lett valami foganatja? Szóval a remix lemez... nem lett, egyelőre nem lett. Jó, oké. Ez csak egy ilyen gyors kérdés volt. Na, szóval úgy áll dolog, hogy... kiválasztottunk általunk kedvelt hazai zenekészítőket, producereket, és felkértük őket, hogy csináljanak remixet, és... Hát akkor szerintem amelyik eszedbe jut azoknak a nevét, így mondjuk már el így, hogy kik hallhatóak rajta. A lemezen csinált Said, Pixa, a Csabi, Faktor Labor, Biddis, Artos Csabi, Mighty ugye, Morta, Csabi. Big Flash, Joker, Brush, a Lego, ugye a DJ Lego, a DJ Fax van, meg jó magam. Világos. Azt hiszem, nem meg tudom. Megint. Meg Ritz Kérem X is van. Igen. Hát pont téged adtunk volna ki. Na, és akkor szétküldtétek az akapellákat. Így van, mindenkinek odaadtuk, és rábíztuk. Tehát van olyan remix, például a Biddis remix, ahol nincs is teljesen használva az akapella, darabokra van szedve, de hát ezért remix dolog az egész, és úgy érzem, hogy elég sok oldalú lett, mivel minden ember, akit így megkértünk rá, tök más irányba indul el. A nagy közönség számára lesz elérhető a kapella, mert ugye rengetegen mostanában rá vannak kattanva erre a témakörre, vagy pedig ez tényleg abszolút ilyen exkluzív dolog. Hát nem tudom, ebből biztos, hogy nem lesz így a kapella kinyomva, valószínű, hogy rendezünk még remix versenyt, meg tehát akkor a Connection 2-ről nem lesz publikus a kapella. Abból már nem, az így most off. Aha, világos. Na most ez hogy van ez akkor, ez a dolog? Mert megmondom őszintén, hogy már elfelejtettem annak idején, hogy lehet hozzájutni a remix lemezhez. Hogy most lehet, hogy nagy hülyeséget mondok, de úgy emlékeztem, hogy aki akkor már megvette a lemezt, az ingyen kapja a remix lemezt, vagy hogy van ez? Nem. Úgy van, hogy meg lehet rendelni, akit érdekel, mert direkt azért van így kitalálva a dolog, mert valószínűleg nem mindenkit fog érdekelni a remix dolog, vagy esetleg valakit csak a remix dolog érdekel. Hát akkor az árát azt nem mondjuk ki, de mondjuk sörbe így, egy ilyen hány korsó sörnek az ára? Nem hiszünk sört, hogy így... Hát gyerekek, egy rugó. Jó. Nem mondtuk ki az árát. Oké, végül is nem. Annyiba kerül, amennyibe egy rugó kerül. Oké, normál. Egy rugó, hogy mennyi sört tudtok inni. Így van, jó, hát én kérek elnézést, nem baj. A lényeg az, hogy akkor ennyi a dolog, és akkor mondjunk gyorsan valami kontaktot, ahol ezt van, ugye ez a bluesbravas.gportal.hu, nem? Az a honlapunk. Hát ami, azt akartam mondani. Igen, de itt el kell mondanom, hogy ez a honlap, ez most átalakítás alatt van, és nem ez lesz már a címe, de addig, hát úgymond most majd a klippet feldobjuk rá, hogy elérhető legyen, de ez már nem fog üzemelni. Világos. Akkor mi lesz? Lesz rendes vizé. Végre először is lesz egy komoly honlapunk. Aha. Ami készülőben van, és elsütöm simán. Elvileg szeptember 1-től üzemelni fog. Aha. Rengeteg multimédia lesz rajta, letöltések, képek, minden ami esetleg, hát aki minket szeretne, vagy szeretne. Akkor most már kíváncsi lesz rá, az nézze. Ti is aktívan belevetitek magatokat most már az ilyen netes dolgokban, mert ugye annak idején is... amit kérdeztél, igen? Az a bluesbravas@freemail.hu. Jelenleg csak innen lehet rendelni, meg infókat kérdezni rólunk. Aha, akkor ezt majd még el fogjuk mondani egyszer a műsor folyamán legalább. Azt akartam kérdezni, én annak idején láttam egy weboldalatokat,
illetve hát azt többször is néztem, aminek az egyik borítótok volt a dizájnja, ilyen izév, ilyen, azt hiszem, ilyen membrán-szerűség. Igen, az meg ott, a Champions igen. És az akkor már csak, nagyon régóta azt nem. Tudom, aztán csak arra akartam kitérni, hogy így mennyire nézegetitek így a netes dolgokat, vagy így mennyire a része így az életeteknek ez a témakör. Tudom, hogy feltételezem, hogy ti nézegeted a legjobban. Igen, hát én netfüggő vagyok egyébként. Hát ugyanúgy, mint bárki más, ha van lehetőségem. Akkor olvasod a fórumokat, hogy miket írnak rólatok, meg mindent, vagy annyira azért azt nem, hanem azokat nézek inkább, amit téged nem, érdekel. Nem, a fórumba is belenézek, ha időm engedi, meg a tényeket, meg mindent. Igazából nagyon nagy dolog ez az internet, mert rengeteg információt lehet összegyűjteni pár perc alatt. Tehát ez mindenképp jó dolog. Megkövetjük természetesen. Világos. Na most a remixekhez visszatérve, tényleg, hogy akkor azt a témát azt le is zárjuk. Minden remix úgy érzed, hogy jól sikerült, így mondjuk objektíve, tehát semmelyiknél sincs, amúgy sem mondanánk ki, ha nehogy Isten lenne, akkor meg vagy elégedve mindegyikkel. Nézd, én a saját véleményemet gondolom tudom mondani. Gondolom, van kedvenc, meg... Van kedvenc, most direkt nem nevezzük meg világos, ezeket, világos, de világos. Az a lényeg, hogy akik leadták nekünk a remixet és meghallgattuk, mindegyikkel összhangban megegyeztünk, hogy ez jó, és ezt megtartjuk. Tehát nem kellett azt volt mondani. Volt olyan, aki több verziót csinált? Volt. És Artos, akkor abból választhatatok. Artos Csabi is több verziót csinált, a Said is több verziót küldött. Értem. Azt mondja, hogy Kopi írja, hallj üdvözlet a Champions-os rácoknak, már lassan 3 éve figyelem őket, és egyre jobbak, úgyhogy respekt. Fankötő meg egyszer játsszál Falcon és Oxidot is, léci. Hát erről csak annyit, hogy megvan az új lemezük, ami azt hiszem, hogy tavaly készült, de az nem annyira nyerte meg a tetszésemet, annál inkább a régebbi cuccuk, úgyhogy ezért nincs egyelőre ilyesmi a salátában. Aztán azt mondja, hogy Tibi, akkor... Még ne lőjük el az exkluzív trackeket, ugye? Rögtön itt az elején, még hagy egy kicsit. Hát esetleg egyet. Jó, benyomhatsz valamit nyugodtan. Süssük el, hogy mik lesznek, és ne süssünk el konkrétan semmit. Várj, beszéljük meg azt, hogy lesz ez a cápám, ugye? Cápák. Vagy mik cápák, de szépen írtad. Ez egy győri cápák, az amerikai futball csapatnak a bejövő zenéje, tehát az intro, amire bejönnek ők szerepelnek a videóklipben is. Így van. Aztán lesz az a viselet, az ugye, amiről már beszéltünk, ez a ruha dolog. A saját ruha dolog, egyelőre még csak a track készült el, de most már annyit lapult otthon, hogy szeretnénk így elkezdeni nyomni, meg a honlapon úgyis fent lesz, úgyhogy így exkluzívba itt aztán nyomjuk. Lesz a tömegvonzásnak egy remixe. Igen. Aztán ez mi ez az OG? Ez a tömegvonzásnak az original verziója. Ja, értem. Tehát ilyen eddig nem hallott cuccok, azok ezek lesznek gyakorlatilag. Jó, oké. Azt mondja, hogy még egy SMS gyorsan. Respect Champions, milyen friss dolgok lesznek a Blues Brava szónlapon eszközölve, mi az új webcím, Connections, vagy Champions fellépés, mikor lesz Ketchon Executor. Hát ugye itt már több dologra is válaszoltunk, szeptember körül, akkor mondjuk így, de elvileg elsőjétől indul, azt már lehet tudni, hogy mi lesz a webcím, bluesbravas.hu. Nem lehet tudni. Nem lehet tudni, pont azért, mert már vannak róla fenn ilyen készítmények, és ott próbálgatjuk, szóval addig még nem szeretnénk, ha valaki a fél készet nézni, mert az illúzió romboló. Nem azt kérdeztem, hanem azt kérdeztem, hogy lehet tudni, hogy bluesbravas. Azért nem lehet tudni a címet, mert a címen már most el lehet érni a félkész állapotot, és azért nem szeretnénk. Ja, értem. Jó, világos, akkor viszont megértettük. Amúgy lesz Champi, illetve Connection fellépés Kecskeméten elvileg. Nem jövő héten, nem is olyan sokára, erről most még pontosabbat nem tudunk mondani, de majd hamarosan erről is lesz info. Na, akkor gyerekek, akkor zenélünk egyet, az a tuti, és akkor mit mutok? Mondja nyugodtan, hát interaktívak vagyunk. Szeretnék kimenni WC-re, játszani el esetleg 2 számot. 2 szeretné? Ja, azt hittem, hogy így valamelyik számot tudatod, hogy melyiket, jó, normál. Egy, de ezzel a koffal amúgy rengeteg baj van. Fette, ez hogy viseled ezt a koff gyereket? Én nagyon bírom az Atikát. Érted? Ez volt az Érted, itt a salátában. Csak azért nem jó, mert össze fog gerjedni szerintem a izével, nem? Nem fog? Csak köszönj be, Krisztián, várj. Nem köszönök semmit sem. Na, Krisztián, csak köszönjél, na. Krisztián, az nem köszön be. Péke.
Na kérem ez szépen. Ez volt Giffo. Ő volt Giffo. Angliából hívott minket? Igen. Írországból. Everlast-e nyomja, hallod? Jó erő. Vörös szőnyeget csinálok a szakából. Akkor jó erőszkácsokat nyomhat mostanában. Hétszínű kapanyányú a fejeg. Na kérem szépen. Akkor a klippel azt hiszem, hogy mindent kibeszéltünk nagyjából. Mi a helyzet a Ragga Project-tel? Nem mi ragáztunk? Jó, akkor úgy mondom a Dancehall Project-tel, bocsánat. Fett, mesélj akkor erről egy picit, légy szíves, jó? Jó. Köszi. Hát ugye már régóta beszéljük, hogy kéne még csinálni valószínű egy ilyen nagyobb hangvételű projektet ezzel kapcsolatban, ami inkább ilyen stílusú zenék lesznek rajt ebből a stílusból. És mivel most már hazaérkezik a Digo, jól tudom, egy héten belül, ezért valószínűleg a közeljövőben ezen is elkezdünk dolgozni, tehát lesz egy teljes ilyen album. És hogy ilyen sokat váratott magára a dolog, az azért is volt jó, mert közben... A Binimát nehéz volt elérni. Ez az egyik dolog, a másik meg, hogy tárgyaljuk a dolgot, még semmi konkrét nincs, de valószínű, hogy az egész élő zenére fog menni eladányban a segítségével. Ú, de komolyan hangzik ez. És az is valószínű, hogy valamelyik régit is feljátszhatjuk velük, és azt is újra. Újra élő zenére. Nagyon jó. Na hát akkor gyorsan elmondom még egyszer, hogy csalatamagazin.com, itt nézzük a fórumot folyamatosan, valami 0629 414 020, ez az SMS számunk. Aztán az előbb beszéltem Dibóval telefonon, Csongrádon tesznek rá éppen, úgyhogy meg is ígértem neki egy zenét, úgyhogy egy kis nász fogunk most hallgatni. Aztán utána ez lesz, Tibikém, ne nézzél. Melyik? Hát nem játszottam új egészen. Régi? Új. Ne haragudj már, Fett, úgyhogy egy kis nász jön, nem aztán haragudj, utána nem majd... Héja nász a zavarom. Nem haragszottam, csak riszkély. Figyelj csak, most lehet, hogy bemegyek hozzád, és el fogunk beszélgetni. Durva. A durvát hallottátok itt a Salátában. Na kérem szépen, hol tartottunk? A közepén. Ragga Project. Ja, Dancehall. Mikorra lesz ebből valami? Semmi info nincsen? Hát ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy szerintünk lassan egy olyan másfél év, de az azt jelenti, hogy pár hónap. Vagy pedig azt mondjuk, hogy pár már hónap és másfél év. Igen. Teljesen képbe vagyok, abszolút jó. Aztán Hugitól kaptam egy komoly szúrást, tegnap és ma összesen 12 sátát hallgattam meg, ezekben Funk olyan 10-15 számnak tudta a pontos címét előadóval együtt. Hát köszönöm szépen, ilyen téren amúgy tényleg elég komoly hiányosságokkal küzdök, de hát ez van. Azt mondja, hogy riszkély, akkor áruljunk el most egy pici titkot, jó? Veled kapcsolatban ugye két dolog is van, az egyik az jobban homályban van, az a beatbox lemezed, amiről ugye még kevesebbet lehet tudni, a második egy fokkal kristályosabb, arról ugye annyit lehet tudni, hogy elvileg, majd most már akkor elmondhatjuk, most már nem titok, hogy lesz egy exkluzív Saláta magazin kis beatbox szösszeneted, egy olyan 10-12 perces kis cucc, ennek már csak technikai akadályai vannak, hogy elkészüljön, és akkor ezt majd le lehet tölteni ingyenesen a weboldalról. Mind a kettőről akkor egy pár szót szerintem ejtsünk. Kezdjük a beatbox lemezzel, mert ugye én amikor megismertelek téged, és az már jó pár évvel ezelőtt volt, már akkor beszéltél erről a témakörről, tehát ez annyira nem a leggyorsabban elkészülő projekt. Ez valóban nem. Megmondom őszintén, kicsit lusta vagyok. Tehát bevallom őszintén, hogy valamikor annyira nincs semmihez kedvem, hogy szóval nem fejezem ki csúnya szóval. Ja, vannak ilyen napjaim. Ugye ez nálunk, ez mindegyikünknél hobbi, és ki ahogy ér rá, vagy ki amilyen lendülettel csinálja, nem tudom. Én kicsit lájtosabban nyomom, vagy nem mindig tudom oda tolni magam annyira, és így nem tudom. Ez ilyen lassabban készülő dolog. Vettem már fel, én úgy érzem, hogy ezek szerintem a eddigi legjobb dolgaim, amit csináltam. Aztán mi meglátjuk, lehet, hogy közben is fejlődök, meg még veszek fel. Ez valóban nem lesz összekapkodott dolog, de én úgy érzem, hogy ez meg fog járni a helyét, ahol kell. Tehát akkor egy olyan lemezt készítesz, ami 74 perc full beatbox show lesz? Nem lesz 74 perc. Én megmondom őszintén, maximálisan ilyen fél órára gondoltam. Unalmasan nem akarom tenni, tehát teljesen más dologról szólna az egész, mint az eddigi beatbox albumok. Uh-huh. Teljesen más, ilyenekre gondolok, mint a Rázalé, vagy a Scratchy, uh-huh, a Rootsból.
én nem csak konkrét számokat akarok csinálni, tehát nem is igazából én akarok rappelni rajta, hanem én csak a zenei dolgokat teszem oda. Aztán hát valószínű itt a Blues Brothers házatájáról lesz rajta egy-két MC. Túl elsütni a point, nem akarom, amit terveztem akkor, rá. Amit beszéltünk, az annyi, hogy ugye mást, tehát nem akarsz olyat elsütni a salátáson, illetve fordítva, ami igen, a másikon. Igen, mert erről beszéltünk ugye Fankával, hogy lesz az a közös cucc a salátára, és én ugye én semmiképp nem akarom ugyanazt felrakni, tehát mindenképp szeretnék arra egy másik fajtát csinálni, vagy azt majd meglátjuk, hogy több sávon lesz-e csinálva, vagy egy sávos dolgok lesznek, és azokat keverjük ki, majd ez kiderül. Világos. Akkor meghallgatjuk ezt a cápák dolgot, jó? Az a 11-es volt, ugye? Jó emlékszem, Tibi, elvileg. Igen. Bele is hallgatunk. Ez az, ugye? Igen. Na, akkor teszünk rá. Ez volt az Érted, itt a Salátában. Na most hogy készült ez a track akkor pontosan? Mert mondjuk mi van, hogyha a csapatból hárman a country-t szeretik, akkor négyen a metálosok, és akkor hogy lett ez összehozva így ez a dolog? Vagy ez így teljesen ott is ilyen szerencsés volt a helyzet, hogy mindenki akkor így, vagy hogy? Hol tartunk? Várjál, most elmaradtam. Cápák. Egészen pontosan meghallgatták a lemezünket, és így azt mondták, hogy ez tök jó, még aki nem ezt a zenét szereti. Volt néhány srác, akik szervezték a csapatot, így hát ilyen alapító tagszerűség, akik az első edzésektől ott voltak, és nekünk ők személyes haverjaink. Uh-huh. Aztán teljesen rákattantak erre a sportra, és így próbáltak csinálni reklámot a csapatoknak mindenféleképpen, és mivel nagyon szerették a repet, ezért megbeszélték a srácokkal, akik esetleg annyira minket nem ismertek, sőt egyáltalán, hogy van ez a csapat, hogy megkérnénk őket, ha ti is beleegyeztek, aztán körbe ment a CD, meghallgatták a repeket, azt mondták, hogy oké, aztán felvettük a kontaktot, és megcsináltuk a számot. Akkor még ezt meséld már, légy szíves, Fett, amit itt a szünetben mondtatok, mert ez igen komoly lehetett, hogy volt egy meccs, ahol élőben ezt nyomtátok, és akkor... Igen, volt Győrben, nem tudom pontosan, hogy mikor. Nem is olyan régen. Nem olyan régen, akkor egy forgatás előtt igen. Egy nap. Ja tényleg, nem, az pontosan, aznap volt, amikor forgattuk az új klippet, és ahol játszottak a Debrecen Gladiátors nevű csapattal. És nagyon sok nullra megnyerték. És rettentően elvertük őket természetesen. Hát, 30, ennyi. Valami 30, ennyi. Igen, és akkor megszervezték ezt a meccset, és mire megcsináltuk nekik ezt a számot, akkor arra gondoltunk, hogy előadnánk nekik ezt élőbe, és volt rendes hangcucc, meg minden, és mivel ezt úgymond bevonuló zenének csináltuk, mivel itthon voltak, ezért a befutáskor, bevonuláskor repeltünk, mint az állatok. És az a szám elején, az a John Williams téma a klasszikus filmből, az pedig azért kellett, mert van rá egy szerintem rettenetesen nevetséges, illetve vicces koreográfia, szóval az a zene, és befut egy lány derekán egy kacsás úszógumi, és közvetlenül utána pedig fut a kabala cápa, aki kergeti a lányt. Megy a zene. Amikor elkapja, akkor így megindulunk még. És egyszerűen jönnek az emberek. És kezdjük nyomni. Nagyon jól néz ki. Hát ez komoly lehet. Ja, aztán... hozzáteszem, persze, mezt is kaptunk, ami a saját. Ennyi. Ja, igen, mezt is kaptunk. Nem, azt nem mondtam, hogy a mikrofonra mutattam. Tudom, tehát most lusta vagyok, odafordulom inkább én. Szóval kaptunk, mindegyikünk megkapta mezt. Ezt így a forgatásra is csináltattuk, hogy azon a helyszínen, ahol velük forgatunk benne a pályán, ott ne legyünk már ott tarkabarkában, meg minden, és akkor ugye egység, már mint Győr Sárc, meg mi is győriek vagyunk, meg minden. Egész jó, kék fehér. Kékfehér, persze, majd rajta lesz a nevünk is, meg a számunk is. Aztán a komédia királyait akkor majd visszaviszed fel? Persze, visszaviszem a Balinak a DVD-t, amit kölcsön kértem tőle, pár napra kértem tőle kölcsön. Báfi futómű! Három vagy négy hónapja. Aztán RT kérdezi, hogy Riszké, miközben gyakorolsz beatboxolni, neked nem szokott megfájdulni a fejed, mert nekem nagyon vagy, lehet, hogy nagyon izomból csinálom. Szinte, hogy nekem is. Szeretném elárulni, hogy a Riszké az olyan, mint egy ökör, tehát így jön, nyomja, ha nem szól hozzá senki, akkor nyomja magának, nyomja hazafele, ha mindenki elalszik a kocsiba, nyomja, és nekünk ez annyira megszokott, hogy oda se figyelünk rá, tehát így nem hiszem, hogy megfájdul a feje, mert már így él. Beállítjuk a sarokba, az kész. Aztán Empires, most nem akarom felolvasni az SMS-t, amit írtál, csak annyira a válasz, hogy a Zephyr-nek az albuma, ez a Caribbean mixtape, ez igazából ilyen free cucc, a hivatalos mixtape az majd egy kicsivel többe fog kerülni, de azért annyiban nem, amennyit írtál, hát annak cirka a felébe, vagy még annyiba se. Akkor fiúk,
meghallgatjuk ezt a srácok dalt, a Diós Metéltet, amiben Pixa közreműködik, ez majd az új srácok lemezen lesz rajta, és akkor jövünk vissza, aztán lesz ma még TM szám is a szövetséglemezről, meg tömegvonzás, meg viselet, úgyhogy még van 40 percünk, nagyon sokat őzök ma, ez viszont egy kicsit para, Tibi, ugye? Jobb, mint a maga. Nézd, nem tudom, mennyivel rá vagy kritikus önmagaddal szemben. Na jó, hallgassuk a számot. Durva. A durvát hallottátok itt a salátában. Na kérem, hát ez volt a kemény az elejnek, azt hiszem a méltó folytatás, nem sokára meg fog jönni a srácok három, és akkor visszakapcsolódva a Champions-hoz Riszkét, tehát akkor így gondolod, hogy a beatbox gyakorlások miatt sokat sejtettől megszabadultál már, vagy ezt hogy érzed ezt még a dolgot? Még egyszer kérlek. Hát, hogy olyan túl nagy nyomás van akkor a fejedben, meg ilyesmi, és akkor ez megterhelő, vagy pedig pont jó, hogy ilyen értágító hatású. Nem, én semmi pozitív, negatív részét nem, én jól érzem magam, ennyit csinálom. Világos. Valaki sakkozik, valaki meg teniszezik. Világos. Ja. Világos. Akkor amiket a múltkor beszéltünk, illetve hát amikről múltkor már eltettünk szót, most azokkal mi a helyzet? Tibi, hozzád intézem a kérdést, hogy a Dancehall Projecten kívül mi a történés a Blues Bravas százatáján? Történés a következő, fog készülni egy Blues Bravas compilation album. Most csak akkor ezt mondd el, hogyha több van, mert akkor több blokkra osztjuk, tehát ne lőjünk le mindent. Jó. Na, most akkor a Blues Bravas Compilation. Blues Bravas Compilation, ez úgy fog kinézni, hogy sokszor cseszegettek már minket, hogy csináljunk szóló dolgot, egy-egy ember, és valószínű, hogy ez nem hiszem, hogy mostanában be fog következni, mert együtt vagyunk, meg egy összetartunk, meg ilyesmi, nem is érzi senki, hogy így kidobjon egy szólót, de szándékosan ez a Blues Bravas Compilation úgy jön ki, hogy mindenki egy szóló trackkel jelentkezik rajta. Tehát ez direkt egy ilyen szólós projekt, egy lemezen. Tehát hasonló lesz egy nagyon picit, mint mondjuk a szövetség. Ja, de itt tényleg csak szólók tényleg, vannak. Okay. Csak aztán Fütyi írja, hogy csátok, mi van Szodja, Tiba, nem válszolsz a mélekre, mi amúgy respekt a Bravaznak, mert a legjobbak, de az NC se rossz. Smiley-val köszönjük szépen. Tibi, miért nem válaszolsz az e-mailekre? Nem tudom, az a helyzet, hogy nem mindig van időm leülni e-mailezni, ezt heti egyszer vagy kétszer csinálom, de akkor viszont el kell olvasnom olyan jó 300 e-mailt, és nem valószínű, hogy mindegyikre azonnal tudok válaszolni. És mi a helyzet Szodja? Szodja? Nem tudom, semmi különös érdekel. Győri. Csám. Győri srác. Jó, hát akkor ezt kimerítettük. Fiúk, akkor jön a viselet, és akkor a nóta meghallgatása után majd ejtünk egy-két szót erről a viselet témakörről, amiről még... Most a nóta, szó fogott meg? Nem, bepattant egy füstbomba, kis galamb, neki repült és... Ja, értem. Adjuk a számot, Péci. Jó. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Na akkor súgjuk meg a hallgatóknak, hogy informatívak legyünk ma is, hogy mi lesz ez a viselet dolog. Ez a viselet dolog, amit már ezt elmondtuk mind a két műsorban, amikor itt voltunk nálad. Az elsőben nem, nem? De. Akkor is? Ez anyagi okok miatt mindig egy picit tolódik, de ez egy saját ruhamárka lesz, ami mi ízlésünket fogja tükrözni, mi fogjuk tervezni ezt a dolgot, és úgy állítatjuk elő majd bizonyos helyeken. Észak-Koreába. A lényeg az, hogy egyelőre csak saját célra gyártottunk le belőle ruhákat, mert még az se biztos, hogy fognak kinézni, de mihez lesz rá pénz, ami és úgy idő? Néz ki, hogy hamarosan, ami soha nem lesz meg, akkor elkészül ez a ruha. És akkor majd lehet viselni. Akkor lehet viselni. És akkor most hogy lesz Riszké, amit beszéltünk az előbb? Ezt meséld már a hallgatóknak, légy szíves. Hát, hogy úgy volt, ugye, hogy én is akkor támogatom egy kicsit ezt a projektet. Hát igazából annyit mondott a Fanka nekünk így előlegbe, hogy adna nekünk egy komolyabb összeget, hát ami mindenképp egy ilyen limitált verziós ilyen sessiont kinyomnánk, ami maximálisan a Fanka feje lenne, fölötte Kőházi, VS Blues Bravas, és akkor ezt mindenképp aranyba veretnénk, sőt platinába is. Persze kilóssal, tehát úgy van, hogy meg van csinálva rétegelve, ki van laminálva, fölrakjuk frankon kisecset rá,
kész. Fanka meg nyomná rajta. És de mi, a szövege még mi lesz rajta? Hogy, hogy 5 milliót adott a projektbe. Ja persze, hát ez mindenképp télen nyáron jönne ki, rajta lenne, hogy, hogy mennyi pénzt adtál rá, limited edition, és akkor ez külön ki lett. Ja. Ennek a megjelenése valószínűleg Sziktoberben lesz. Ja. Jó, azt mondja, hogy Hugi írja, hogy tényleg e-mailek, 2,5 hónapja rendeltem CD-ket, elképzelhető, hogy még idén megkapom. Igen, és... igen, kis torlódás volt, de van otthon még körülbelül egy ilyen elfelejtett 10-15 csomag. A szabadságra ment a titkárnő. Ezek fognak menni, csak volt egy kis bonyodalom. Megy, tehát aki megrendelt valamit, azt meg fogja kapni, csak ki kell várni. És elnézést. Igen, igen. Na, Rizké, megint neked jött egy SMS, méghozzá egy nagyon komoly Fanka, hogy kell, hát Fanka, a megszólítás, de hát ez egyből küldöm hozzá, hát hogy kell beatboxolni, mert nekem nem megy, ha próbálkozok püfögni, majd tiszta izé. Tiszta izé, nem tudom. Így elég nehéz elmondani. Nyomkodjál hangokat ki a fejedbe, és előbb-utóbb valami csak kijön. Hát azért mutasd már meg nekem, akkor most, hogy azért hogy kell mégiscsak. Pü, ez a legalapabb. Tehát ezzel lehet már kezdeni valamit. És akkor el lehet jutni. Egy így apránként. De valamit a Tibi súgott. A Tibi azt mondta, hogy, azt mondja, hogy együtt kezdtük, hát most mutasson ő is egy kicsit esetleg. Tibi, mert... valamit léci, le is húztam az alapzenét is. Csak én püccit. Nem. De valami. Tényleg, igazából a Tibi a mesterem. Tibi. Tőle tanultam. Jó, nyomjunk. Akkor egy picit nyomok. Ready, one. És ennyi. Ez volt Tibi. Akkor te is nyomjál valamit riszkélj. Én nem tudom, mai nap nem megy. Én megmondtam, valami hogy picit, én nem. Valami... Azért nem akarok beatboxolni, mindegyik adásban beatboxoltam, és mindegyik adásban, mindegyik... Valamit nyomjál már riszkélj. Mindenki mondja, hogy nyomjak, de már de nem riszkélj, szeretném. Főleg szeretném, ma meg pláne. Riszkélj, nyomjál már valamit. Na, riszkélj következik. Ready. Beat. Ready, one. Ready, ez volt riszké. Dehogyis, ez nem én mondtam, ez a Tibba volt. A koffa. A Tibba volt a koffa. Akkor még egy kérdés gyorsan, ami így, és akkor az alapzenét vissza is hozom egy kicsit, ami így fel... De nem, ezt még nem is kérdezem meg. Ezt majd a következő szem. Még egy SMS, ahogy szokásosan megkapjam a magamét, és azt mondja, szia Fanka, az én mozi harmadik verszakáját, minden respekt, meg peace, meg az összes rappos szólás, meg közmondás, most te fejtetted meg, Zsé. Nagyon szépen köszönöm, mert ugye szokták volt mondani itt, hogy futtatom az én is magam rendesen ebbe a műsorba, de hát hogyha már az enyém, akkor az belefér, nem? Persze. Az első verszakon. Úgy gondolom, a saját reklám az a legédesebb reklám. Még te valaki! De az első szövegrész a legjobb amúgy szerintem. Ezt csak úgy mondom neked. Na, elmondhatom akkor Fett. De ha hagyd mondjam, olyan jó eset. Oké. Okay. Hagyd mondjam el, hogy felhívott Fett, mikor hallotta az én mozimat, hogy tetszik neki. Tegnap. Tegnap? Mi az, hogy tegnap? Mi az, hogy tegnap? Nem, ez már régen volt. És hogy tetszik neki, és hogy azt hallgatja, mióta megvan neki a beat support. Apropó, hogyha már beat support, akkor jövő héten érkezik Artosabb, illetve mégiscsak tud Gary Skills jönni, úgyhogy a beat supportról lesz szó. Amúgy most Tiba beszél átérben, meghallgatjuk TM-nek a szólószámát a szövetségről, jó? Kisfiúk, nem baj, hogyha meghallgatjuk? Nem baj? Durva. A durvát hallottátok itt a salátában. Egy durva. És akkor végre most már valahára meg is hallgatunk majd mindjárt a remix lemezről egy Artos Csabi remixet, és akkor ki is cserélem addig a CD-t. Tibi, akkor a Compilation-ön kívül lesz itt még valami, mert hogy azért nyomjátok. Hát, na, így áll a dolog, hogy a van ez a Blues Bros Compilation, egyébként ugyanígy közösen a Digóval, ahogy csináljuk ezt a Dancehall Projectet a Connectionnek, ez nem a Connection 3 lesz, ez egy ilyen mellékvágány. Mi lesz a címe? Szerintem ilyen, hát Connection, Raga Project, Bang az.
már egyszer volt ilyen kamu pár szám feltéve a dancehall.hu-ra. Most úgy néz ki a dolog, hogy lesz rajta ilyen rendes, gyors, segrázós dancehall, lesz rajta roots reggae, eljátszhatjuk valószínűleg a mindenit jót rendesen élőzenével. Erről ennyit elég tudni, és közben csináljuk a Connection 3-at is. De hát ez mind azért váratott eddig magára, mert ezt csak így a Digóval együtt tudjuk készíteni, meg vele együtt is akarjuk, és nagyjából ennyi. Meg hát készül a Riskének a Beatbox albuma. Na most a Connection 3 akkor viszont kőkeményen viszi tovább ezt a rappes vonulatot, hogyha persze, jól... Persze, még annyit akartam elmondani... Hát itt a blues-t akartunk csinálni, de igazából most lehet, hogy Goa lesz. Világos. Annyit világos. Akartam elmondani itt még a készült no dolgoknál. No disc közben mind a két CD lejátszó no disc-re, úgyhogy nem fogunk már remixet. Akkor nézzél meg, hoztunk többet is. Azt mondja, de várjál, lehet, hogy a Pixar remixet mindjárt előkerítem, abból amúgy is van clean verzióm, és akkor lehet, hogy azt fogjuk nyomni. Okay. Na igen, hallom. Ez még, tehát még nincs így tervbe véve, de semmi nem zárja ki, hogy bármikor kijöhet egy Tibbanation 4, vagy egy Knight Riders újabb dolog. Na, lesz Knight Riders még, lehet? Ezt Pet? Még nem tudjuk. De van rá esély? Mindenre van. Mindenre van esély. Valami történik, valaki. Tibi, ne csináld ezt velem. Nem én voltam, az a helyzet. Semmi, ez a szám, tudod, egy ilyen szám. Tényleg, tudom. Na, akkor, hogyha már ennyit beszéltünk a remixes dologról, akkor viszont a Pixelt meghallgatjuk, jó? Jó. És akkor ebből én már csináltam egy clean verziót, Riszké részével el kellett babránom. Tök furcsa, nem? Így szabad, minden szabad, de mégis kell clean verzió. Igen. Tibi, ez ilyen, ez a média. Jó, én vágom, milyen a média. Egyébként a polnom is káromkodott. Ebbe? Hát a legdurvábban. Majd figyelj csak meg. Ó, Istenem, hát ez nem a clean verzió. Úristen, hát ez nem a clean verzió. Hát hova lett a clean verzió? Úristen, és közben például egy megkergültem teljesen. Fú, srácok, figyeljetek, akkor szerintem előkerítettem közben izét. Elvileg most beolvasta nekünk ezt a... De most ezt újra ne jelzd az elejét. Hát most nem akartam ezt semmiképpen, de hát most annyira megijedtem, ez nálam ide a clean van elzírva, de akkor itt valamit nagyon elkever. Akkor viszont de nagyon interaktív lett ez a rész. Nem, a izé a 12-es Artos Csaba remix. Jöhet, Kof? Yeah, come on. Addig legyen. Valamit itt intézek ezzel a témakörrel, mert ez így nem figyelj lesz. Figyelj csak. Fett, mi van? Csak hallgass a számot, csak mondom, szólok. Az állatot hallottátok itt, a salátában. Na kérem, hát akkor azt hiszem, hogy ma is így kellőképpen interaktívak voltunk ezzel a kis bakival, ugyanis Riszké. Hát, azt nem mondom, hogy időbe, de még a nagy baj előtt sikerült lehúznom, ugyanis hát azt a számot, hogyha meghallgatjátok eredeti mi voltába, akkor az úgy oda teszi magát, közben megtaláltam a valódi clean verziót, szerencsére úgy, hogy még az is le lesz játszva. Tibi, akkor mondd el és még egyszer az elérhetőséget, az e-mail címet, hogy akkor lehessen hozzájutni a cucchoz. bluesbrothers@freemail.hu. És akkor itt lehet, valamint a valaki esetleg most nem értette volna rendesen, akkor hiphop.hu vagy a salatamagazin.com fórumán ott is megtalálja a topikotokat, tehát akkor egy Tibba remix van rajta, Side, Brush, Biddish, Faktor, aztán Mighty Morta, hogyha jól mondom, akkor Riszké, Pixa, Big Flash, azt mondja, hogy Fexl, vagy I, vagy Fex az... van. Fex van, igen, jó, akkor DJ Lego, Artos Csaba, még egy Tibba, illetve egy Joker remix. Ezek találhatók a lemezen, és olyan cirka 3-4 korsó sörnek a zárába ez megáll, ez a mutatvány. Na kérem szépen, akkor most, hogyha a jó Isten is úgy akarja, és nagyon remélem, hogy úgy akarja, akkor jön a valódi clean verzió a Pixa cuccból, és akkor utána meg elköszönni visszajövünk. Ez így jó lesz, gyerekek? Fett, király. Mi van? Rosszul érzed magad? Nem, hallgatlak. Ilyen reakciót vált ki belőle. Ezek után, Fett, mikor már összeverkodtunk, jó van. Durva. A durvát hallottátok itt a salátában. Ez volt, na hát fiúk, lányok, ez lett volna a durva. És akkor
meg a Champions. Aztán jövő héten jön Artos Csabi, illetve Gary Skills, Beat Supportról lesz szó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük, Fanka. Köszönjük a lehetőséget. Kösz, Fanka. Tényleg, hallod, annyira rendes. Ari vagy. Na jó, köszi. Rendi, Fanki. De nem éreztétek jól magatokat, srácok? De király volt, Fanka. Teljesen jó. Láttuk Dumbo-t, meg mindent. Megyünk a hiperbe. Koff az nem érezte annyira jól magát, de remélem azért. Én miért nem éreztem jól magam? Mindig én belémálsz belém. Én annyira jól éreztem magamat komolyan, hogy már jár. Hát megint végigaludtad, de azon nincs para. Hát ha nem beszélsz hozzám, mit csináljak? Világos. Unatkozom. Jó, hát akkor meg foglak hívni egy szólóműsorba, és akkor majd eldumálgatunk a repről, azt csípnék, nem? Felhív az telefonon is, de amúgy simán bármit tudod. Megadom a számomat. Na köszönöm szépen, fiúk, ez lett volna akkor a Champions, már a jövő héten akkor Beat Supportolunk. Jó éjszakát mindenkinek, aztán legyetek rajta a salátán. Sziasztok! Word. Sziasztok! Saláta is my best friend!